A homoszexuálisokat elítélő törvényt hozott az ugandai parlament kedden. A jelentős felháborodást kiváltó jogszabály szigorú büntetéssel sújtja az azonos neműeket, ha párkapcsolatban élnek. A törvényjavaslat benyújtója szerint ezzel országuk értékeit védik. Ez a törvényjavaslat, tisztelt felszólaló, elismeri, hogy az azonos neműek vonzalma nem közömbös és megváltoztathatatlan jellemző. Ezzel együtt azt a célt is szolgálja, hogy megvédje szeretett kultúránkat, a jogi, vallási és hagyományos családi értékeket, és azokat a cselekedeteket, amelyek valószínűleg elősegítik a szexuális promiszkuitást ebben az országban. Az ugandai melegközösség több csoportja is demonstrációkkal próbálta felhívni a figyelmet a kialakult helyzetre, illetve a nyugat és az emberi jogi szervezetek is elítélték a jogszabályt. A homoszexualitást mintegy 70 országban kriminalizálják, ezeknek csaknem fele Afrikában található.